mert neked nincs becsületed. És az a furcsa, hogy egyetlen apádhoz hasonló cigánybűnöző gerinctelen galantféreg nincs, amelyik kimerne állni valami csúszomászó galantféreg. Szerintem kitette oda a túró rubis papír a Mátyás téri lépcsőházba. Megmondom el. Zsona Gábor, török terrorista, muszlim, Allahot dicsőítette, elárult a Magyarországot, Soros György, és megbúzik. És hogy gondolod ezt, te mocskos, utolsó ribanc cigánybűnöző? Te cigánybűnöző féreg. Tehát most érted, hogy én is rátok szállok, mint légy a szarra, és soha többet az életbe. Figyelj, az nem, nektek az, de mondja, hogy még lenyúl 400 ezer forintot, mert kell. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy elsősorban ugye nem amiatt volt, hogy nehogy segítsünk, hanem ti eleve egy enyveskezű, mocskos cigánybűnöző família vagytok. Hát a napai az elég jól fogyott. Meglepő módon a citromos, én a citromosnál, hogy ki nem állhatom, de így tűnik, hogy nagyon sokan szeretik. És hát a májusi felvágott is, már nincs május, de a májusi felvágott nagyon jól fogyott, ami nekem nem volt jó hír, mert a májusi felvágott szeletelése nem egy, hogy mondjam, nem egy tiszta munka, és utána elég komoly procedúra letakarítani a szeletelőgépet, úgyhogy ez elég jól fogyott, ha valaki esetre csak sima párizsit vásárolt, az nekem maga volt a felüdülés. De talán a legkomolyabb élmény nekem az árazás volt. A végére már elég jól belejöttem, és egészen gyorsan tudtam az átlátszlákat ráragasztani terméket. És ahogy mondták az adóhatóságnál, hogy ugye mivel elszegényítettétek, elputrisítottátok a ti cigányputri lelketekből fakadóan az egész országot, tehát hogy nem lehet végrehajtani sok százezer embert, vagy egy millió embert, ezért mazsoláztok, hogy ki az, akire támadjatok rá politikai indítékból. Tehát a te moslék cigánybűnöző familiád, ezt hivatali visszaélés büntetének hívják, amit ti elkövettek, mert nem elég az, hogy loptok, mint az állat, enyveskező cigánybűnöző familiaként, gyakorlatilag minden, ami mozdítható, viszitek, mindent. Előidéztétek a magyar történelem békeidőben a legnagyobb elvándorlási, az országból elmenekülési hullámát. Neked nem sül le a bőr a pofádról, mint moslék cigánybűnözőnek? Próbálom megérteni a cigánybűnöző mentalitást. Mint utolsó mocskos cigánybűnöző, nem sül le a pofádról a bőr? Tehát, hogy úgy genetikailag próbálom úgy felismerni, vagy mit tudom, valami empátiát próbálok tanúsítani, hogy milyen lehet ilyen mocskos ribanc kurvának lenni, mint amilyen te vagy, meg olyan gerinctelen csúszómászó gyávaszar alakférgeknek, mint amilyen az a néhány elmebeteg és súlyosan pszichopata és paranoid szociopata társadó. Kevesen vannak, de azok annál betegednek. Beteg az agyuk és gyávák, mint a férgek. Pedig én bármelyik ellen kiállnék, és számos felhívást tettem ezért közzé, de gyávák, mint a férgek melletted, Formán Ráhel, mert utolsó mocskos cigánybűnöző gerinctelen féreg vagy, egyáltalán senki nem mer kiállni. Mindenki fél. Egyáltalán, tehát az a maradék csúszómászó undorító galantféreg, ami elméletileg a te pártodat fogná, annak mindnek valamilyen személyes motivációja van, mindegyik nagyon súlyos mentális beteg, a zömük pedig bűnöző. Hát amúgy is bűnöző, mert bűnpártolás csak bűnözők tudnak. Bűnpártolás, ez a bűnpártoló életmód csak bűnözők részéről foganatosítható. És nem mer kiállni senki. Ez ügyben is jó volna, hogyha megmozdulna, tehát egyrészt a hajléktalanok, másrészt vissza a pénz, te büdös kurva ribanc.